És akkor úgy gondoltam el a mai napot, hogy beszélgetnénk egy kicsit a rajzoláshoz fűződő viszonyunkról, jó? Mert ezt majd elmondom, hogy miért tartom fontosnak. Aztán meg beszélnénk erről a mentorprogramról, hiszen ugye azért hívtuk létre ezt az élő kérdezfelelek találkozót, mert hogy ti feliratkoztatok arra, hogy érdekel benneteket ez a mentorprogram, és akkor a végén tudnátok kérdezni. Ez így jó lesz ez a felépítés? Szerintem egy ilyen max. Egy óra, egy másfél óra alatt szerintem van annyi időtök, tudtok ennyit rászánni. Jó, köszönöm szépen a bólogatásotokat. Hogy így a rajzoláshoz fűződő viszonnyal kapcsolatban, hogy szerintem gyerekkorunkban mindenkinek van valami érzés a rajzolással kapcsolatban, hiszen mindannyiunknak voltak rajzórái. És hogy van, aki vagy imádott rajzolni gyerekkorában, mert szerette a rajzórákat, van, akinek meg nem szerette a rajzórákat, és kudarc élménye van, és mondjuk csak kegyelemből kapott ötöst, mert mondjuk minden tantárgyból jó volt, de rajzból nem, és csak kegyelemből kapott ötöst, vagy még az se, és nem kapott ötöst rajzból. És hogy, vagy az is lehet, hogy gyerekkorban mondjuk kézült tehetségesnek gondoltad magad, mégis megpróbálkoztál a képzőművészetivel, hogy felvételizel, és aztán nem vettek fel, és egy kudarc élmény kapcsolódik hozzá, vagy valaki beszólt a rajzodra, és valamilyen érzés keletkezett benne gyerekkorban a rajzolással kapcsolatban. És ugye ennek az érzésnek a hatására kialakul benned valami, hogy valami hitrendszer magadról, hogy én béna vagyok a rajzoláshoz, nekem ez úgy sem megy, egész jól tudok rajzolni, de mégsem érem el azt, amit szeretnék. Tehát valami hit kialakul benned magadról, ahhoz képest, hogy mit gyerekkorodban átéltél. Aztán amikor felnőttek leszünk, akkor megint miért kezdünk el felnőttként megint a rajzolás fele fordulni, hogy most már 15 éve tanítunk rajzolást és festést, és így nagyon sok miértet hallgattunk meg, és azt szeretném kérni tőletek is, hogy ti is gondolkodjatok el azon, hogy miért szeretnétek rajzolni és festeni, mert hogyha megvan a miértetek, és megfogalmazzátok magatoknak, akkor annál könnyebb lesz a hogyan. Tehát ez például, hogyha mondok miérteket, jó, hogy miért akarnak az emberek felnőtt fejjel legtöbbször rajzolni, tanulni. Van, akinek tényleg egy imádott rajzolni gyerekkorában, és egy nagyon jó kikapcsolódás, nagyon jó hobbi, egy új hobbi felnőtt korban. Aztán van olyan, akinek mondjuk nagyon példaképe volt a valaki, és akkor ő leszeretné rajzolni ezt a valakit. Van, aki a lakásába szeretne saját képeket kirakni, van, aki kézzel készített ajándékot tartja a legértékesebbnek, és ilyen ajándékokat szeretne ajándékozni. Van, aki a nyugdíjas éveiben, hogy a felszabadult idejével mit kezdjen, és akkor azért fordul a rajzolás felé, hogy egy tartalmas elfoglaltságot találjon. Nagyon sok tanítványunk van, akinek, amikor kisiklik egy picit az életed, amikor úgy érzed, hogy hát nem ezt álmodtam, amikor gyerek voltam, hogy én így akarok élni, hogy mondjuk van egy munkahelyi problémád, hogy éppen elveszíted a munkahelyedet, elválsz, családba haláleset, amit nehezen tudsz feldolgozni, betegség, hogy ezek a dolgok mind arra felé ösztönözték a nagyon sok tanítványunkat, hogy a rajzolás fele forduljanak. Mert hogy a rajzolásnak van egy ilyen kettős hatása, hogy egyrészt ott van a produktum, amit alkotunk, és abba beleszeretünk, és szeretjük kirakni a falra, szeretjük elajándékozni, szeretjük magát, amit létrehoztunk. De van az az érzés, amikor alkotunk, tehát hogy az a folyamat, amikor alkotsz, hogy mit élsz át akkor. Ugye van, akinek melyik az erősebb, tehát van, akinek az az erősebb miértje, hogy alkossak valamit, hogy kézzelfogható dolog legyen, van, akinek meg az az erősebb miértje, hogy amit átélek közbe. Hogy azért fontosnak tartom azt, hogy megfogalmazd magadnak a miértedet, mert ugye a rajzolással kapcsolatban ugye legtöbbször úgy gondolunk rá, mint hobbi. És hogyha legtöbbször a rajzolásnak legfőbb kifogás, hogy azért nem csinálom, mert nincs rá időm. De hogyha megfogalmazod magadnak a miértedet, és tudod azt, hogy te azért akarsz mondjuk rajzolni, tanulni, hogy nem csak a produktum miatt, hanem azért, mert hogy jól legyek,
az én belső egyensúlyomat akarom megtartani a rajzolás által, mert nekem ez egy olyan eszköz lehet a kezembe, akkor már is könnyebben rá tudod venni magad arra, hogy időszakíts arra, hogy rajzoljál és tanuljál, hiszen hogyha tanulsz, valami új dolgot tanulsz, akkor ez egy új szokást is kell kialakítani magadba, hogy ráveszed magad hétről hétre, hónapról hónapra, valamennyi időt rászánsz el, és hogy az új szokás kialakítás, ez mindig nehezen megy, és azért fontos, hogy ha megfogalmazod magadnak a miértedet, akkor könnyebben tudod rávenni magad arra, hogy rajzoljál, vagy hogy egyáltalán tanuljál és elővedd, amit szeretnél. De a másik, ugye a jobbagyfejtekés rajzolás, főleg akik a jobbagyfejtekés rajzolással tanulnak rajzolni, őnekik nagyon sokszor tudjuk azt, hogy visszakapják azt, amikor kirakják mondjuk egy rajzukat a Facebookra, hogy ez csak másolás. És hogy mi a másolás, meg mi a rajzolás, hogy legtöbben a rajzolás alatt azt értik, amikor fejből rajzolok valami pár perc alatt valami gyönyörűséges, realisztikus dolgot. Igen, ez is egy rajzolás, a rajzolásnak ez a legmagasabb szintje, de hogy ahonnan indul, ez a jobbagyfejtekés rajzolás, amiben megtanít, valóban másolni tanít, hiszen egy fotóról, egy referencia fotóról másolunk és készítünk el egy rajzot, de hogy innentől idáig vannak lépcsőfokok, amikkel el tudsz jutni ahhoz, hogy ilyen módon is fejből tudjál jól rajzolni. És akkor közben megosztanám a képernyőt, hogy itt a másolás meg rajzolás kapcsán ide összeírtuk nektek azt, én azt gondolom, hogy a rajzolásnál van kétféle módon lehet fejlődni a rajzolás során. Az egyik fejlődési mód, amikor azt mondom, hogy horizontálisan fejlődünk, amikor kvázi másolsz, mert van egy fotód, vagy van egy kiülsz a Dunapartra, és azt a tájat másolod le kvázi, de hogy mindig különböző eszközökkel. Tehát az a horizontális fejlődés, amikor egy referencia fotó, vagy egy élőből rajzolás során lemásolsz valami dolgot, de különböző eszközökkel. És szerintem mindenképpen a grafit rajzolással érdemes kezdeni. Tehát tudom, hogy sokan hirdetnek úgy tanfolyamot, hogy olajfestés, akrilfestés, és hogy nem kell hozzá semmilyen előképzettség. Mi azt gondoljuk, hogy a rajzolás az egy alap dolog, mert itt tanulod meg azt a látásmódot, ami majd szükséges lesz a festéshez is. Aztán a rajzolás után inverz rajzolás és háromszín technika. Az inverz rajzolás az azt jelenti, amikor látod, hogy ilyen fekete lapra rajzolunk fehérrel. Itt megint a látásmódban van az érdekesség, hogy itt eddig a rajzolás során a negatív tereket néztük, itt meg majd a pozitív tereket kell nézni. A háromszín technikánál pedig ez egy nagyon jó átmenet a színes képek felé, mert végeredmény olyan, mintha már színes lenne, de ugyanakkor még mindig csak a tónusokra kell figyelni, legsötétebb, legvilágosabb, közepes tónus. Aztán nehézségi fokra jöhetnek a színes ceruzák, a porpasztelkréta, akrilfestés, olajfestés, akvarelfestés, vegyes technikák. Tehát nagyon sok technikát lehet tanulni akkor, amikor az ember rajzolni, festeni akarna. El lehet dönteni, hogy neked ebből melyik a szimpatikus, mit szeretnél. Az is lehet, hogy az összeset, mindet szeretnél, lehet, hogy csak egy-egy elemet, de azt gondoljuk, hogy mindenképpen a rajzolással érdemes kezdeni. Tehát ez a horizontális fejlődés, amikor különböző eszközöket tanulsz meg. Aztán van az a mód, az a úgymond vertikális fejlődés, így fölfele irányuló fejlődés, amikor már elrugaszkodunk attól, hogy másolás. Mert hogy itt is az első lépés az, hogy a reprodukciós képeken keresztül másolunk, tehát hogy mások által megfestett festményeken keresztül gyakoroljuk be az adott eszközre jellemző technikát, vagy azokat az eszközöket tanuljuk meg rajta. Erre való a másolás. A híres korok nagy művészei is más a elődeiknek a festményeit, rajzait másolták, és ezen keresztül gyakoroltak. Tehát ez egy teljesen nem kihagyható lépés, a másolás. Aztán egyen nehezebb, amikor nem repróról, tehát nem mások által megfestett festményről, hanem mondjuk fotóról kezdesz el másolni. Tehát az már egy nehezebb, mert amikor mondjuk festesz, és fényképről festesz, akkor neked kell kitalálni az ecsetkezelést. Egy repróképnél látod a művésznek az ecsetkezelését,
amikor fényképről festesz, akkor meg neked kell kitalálni. Tehát ez már egy nehezebb lépés. Tehát a következő, amikor nagyítva rajzolsz, vagy festesz, azaz nem egy az egybe ugyanakkor a méretben, hanem felnagyítva, ahhoz is kell már egy másik látásmód. A következő az élőből rajzolás, amikor nem fotó alapján, hanem ott ül előtted a modell, vagy kiülsz a Dunapartra, úgy alkotsz. A következő az egyéni stílusoknak a megtalálása. A mentor programban van egy külön blokk, ez a harmadik évfolyamosoknak a blokkja már, amikor már az a cél, hogy van a kezedben egy referencia fotó, de ne egy az egybe másold le vagy fest be, hanem milyen módokon tudod azt ötvözni. Például ugye itt a akril öntéssel tudod ötvözni a realisztikus festést, mondjuk itt éppen nincs, de kubista stílussal, egy részleges portré megfestéssel, tehát hogy egészen sokféle stílus tanítunk ahhoz, hogy megtaláld az egyéni hangodat. Ugye a legvége a karikatúra rajzolás, amikor már a referencia fotót teljes mértékben átalakítod, még felismerhető, te tudod, hogy kiről van szó, de mégis szükséges hozzá egy olyan látásmód, hogy mi az, amit érdemes átalakítani, és mi az, amit nem. Tehát így látod azt, hogy amikor vissza azt mondom, hogy azt mondjuk, hogy másolás, a jobb vagy fejtek és rajzolás az csak másolni tanít, hogy igen, az elején valóban másolásról van szó, de ez egy nem kihagyható első lépés, és ugye onnantól kezdve meg ugye sokféle irányban lehet fejlődni. Aztán a másik, meg amilyen nagy ilyen kifogás szokott lenni a rajzolással kapcsolatban, sokan azért nem vágnak bele, mert hogy úgy gondolják, hogy ez született tehetségkel, és hogy ez nem egy tanulható képesség. Hogy én azt gondolom, hogy ez egy tanulható dolog, és megint megosztanám a képernyőt, és akkor megmutatom, hogy ez a mentor programunk, ez idén a harmadik éve, hogy működik. Az első évben csináltunk három képgalériát, amiből összegyűjtöttük a mentor programnak a képeit. Az első év folyamban ilyen képek születtek, akkor az első évben még ilyen 150-200-an indultunk el. Szerintem, hogyha nem hiszem, hogy a 150-200 emberből mindenki azt gondolta magáról, hogy ős tehetség. Sőt, ugye az első egy évben, amikor elindult ez a mentor program, akkor úgy az volt a szlogen, és igából most is ez az ígéretünk, hogy elkezded ezt a mentor programot, akkor egy év múlva, tehát egy év lejárta után biztos, hogy ez a második évfolyamnak a képei, biztosan lesz kiállítás. Tehát ugye minden évben van egy kiállítás a mentor programosainknak, és az a legjobban sikerült képeket, azt ki is állítjuk. Amikor emlékszem, amikor mondták a többiek, hogy őket nem hiszik el, hogy lesz valaha kiállítás, meg, de hogy, és hogy most már átélték, vannak több, most már nem csak az, hogy csoportos kiállításuk van, ez is egy egyéni stílus. Valaki az unokáját rakta be így, és körülött ez oppár stílussal körbe. Hanem, tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy most már nem csak csoportos kiállítása van, tanítványainknak, hanem egyéni kiállítása is. Ugye ez például kollás technika, kubista stílus, ez festőkéssel, ilyen felcuppantós, ilyen részlegesen megfestett portré, akvarell portré, ez is az oppár stílus, és ez is egy oppár stílusban elkészített kép, szóval akrilöntés ötözve a realisztikus festéssel, tehát nagyon kollás technika itt is, tehát nagyon-nagyon sokféle technikát, módszert lehet megtanulni ebben a mentor programba, és ugye attól függően, hogy mi az, ami érdekel, végig tudsz rajta menni, tehát hogy nem csak született tehetségek vannak. Van egy büszkeség falunk is az oldalunkon. Itt a referenciák alatt találjátok a büszkeségeinket. Nagyon sok ember, akit a mentor programban tanult, mindegyikkel készítettünk egy ilyen kis beszélgetést, egy interjút, hogy miért kezdtek annak idején rajzolni, tanulni, honnan, hova jutottak, és ugye akire kíváncsi vagy, azt mind meg tudod nézni a képét, hogy honnan, hova jutottak, és hát mindenki úgy indult el annak idején, hogy azt gondolta, hogy nem született tehetség, mert ezt szántam egy kis bevezetőnek a rajzolással kapcsolatban, és akkor most rátérnénk magára a mentor programra, hogy mi is ez, jó? Rendben van így? Na, hogy ezt a mentor programot, ezt annak idején, 3 évvel ezelőtt, ez azért pattant ki a fejünkből, hogy megcsináljuk ezt a programot,
mert hogy nagyon sok ember azt gondolta, hogy a tantermi tanfolyam az igazi, és ott tud igazán jól megtanulni rajzolni és festeni, és szerintem ez teljesen élethelyzet függő, hogy kinek mi a hatékony tanulási módszer, de tény, hogy a tantermi tanfolyamnak az az óriási előnye, hogy ott vagy, és rögtön kapsz visszajelzést arra vonatkozóan, hogy amit éppen csinálsz, az jó vagy nem, és egy-egy mondat már tovább tud lendíteni, hogy tovább tudjál menni. Tehát a siker élményed, vagy a sikerességed, azt a tantermi tanfolyamon abból a szempontból garantált, hogy ott vagyunk és segítünk, hogyha bárhol elakadsz. És ugye a tantermi tanfolyam meg ugye nem elérhető mindenkinek. Nagyon sokan külföldön élnek, vidéken élnek, nem utaznak fel egy ilyenért. Ezért már sok-sok évvel ezelőtt megcsináltuk az online tananyagainkat, ami egyébként szerintem, amivel végigmutatunk mindent, sokkal részletesebb az online tanfolyam, mint egy tantermi tanfolyam. Hiszen a tantermi tanfolyamon nincs arra idő, hogy mi is mindent megrajzoljunk, ott elmagyarázzuk, hogy hogyan csináld a tantermiben, de az online-ban tudjuk igazán megmutatni, részletesen megmutatni, mit hogyan. Az online tanfolyamosoknak meg igazából az volt a bajuk, akik otthon tanulnak önállóan a filmek segítségével, hogy ha akkor elakadnak, akkor nincs segítség, hogy nincs visszajelzés arra vonatkozóan, hogy amit csinál, az jó vagy nem. És ebből a két problémából adódóan, hogy a tantermi tanfolyamat nem elérhető mindenkinek, az online tanfolyamnál pedig az a gond, hogy nincs visszajelzés, ezt a két problémára akartunk megoldást találni, amikor megcsináltuk ezt, megalkottuk ezt, kitaláltuk a mentor programot. Mert hogy a mentor programnak az egyik nagy előnye szerintem az, hogy nem csak egy dologhoz kapsz hozzáférés, hogy mondjuk online rajztanfolyam, vagy valaki mondta, hogy a színes ceruzás, vagy a festést alapján tanul. Hanem egyrészt minden anyagunkhoz hozzáférést kapsz, A-tól Z-ig az összeshez, és a személyes segítséget is megkapod mellé, hogyha otthon önállóan tanulsz, akkor is megkapod a visszajelzést az otthon készített munkáidra. Megint megosztanám a képernyőt, és megmutatnám, hogy a mentor programunk, tehát ahhoz, hogy végigmenj a... Kezdem itt inkább. Hogy amikor a mentor programnak a tagja vagy, ugye minden anyagunkhoz hozzáférés kapsz a rajzolás modulhoz. Ugye ezt följebb rakom, hogy... Tehát hozzáférés kapsz ez a rajzolás modulhoz, ezen belül teljesen kezdeti rajzoktól indulunk. Most lassú lesz, mert meg van osztva a képernyő. Tehát benne van a rajzolás kezdetei, jobb agyféltekés rajzolás elmélete, a szemrajzolás, hajrajzolás, nagyítás technikája, árnyékolási technikák, az inverz rajzolás, háromszint technika, élő modell alapján rajzolás, a csendélet, élő modell alapján rajzolás, úgyhogy ott ül a modell előtt, de úgy rajzolsz portrét. De ez mind felöleli a rajzolás modult. Külön a pasztelkréta modul, az akrilfestés, vegyes technikák, olajfestés, akvarelfestés, karikatúra rajzolás, színes ceruzák, gyerekek rajztanítása, különféle rajzolási stílusok, ebben van benne a kollázs, a kubista, az akrilöntés, nagyon sok dolog, és ilyen hasznos érdekességek, illetve az elmúlt 3 évnek a webinár felvételeit azt vissza lehet nézni. Tehát ugye a mentor programban ez mind hozzáférést kapsz. De ugye elsőre, amikor ezt valaki meglátja, akkor úristen megijed, hogy úristen, ez túl sok minden, és soha nem fogok vele végezni, vagy ugye átláthatatlan. És megcsináltunk egy olyat, amit úgy neveztünk el, hogy sikerút. És ez a sikerút, ez a mentor programon belül 36 leckéből áll. És itt látod azt, hogy az első lecke, hogyha valaki mondjuk teljesen kezdőszintről indul, az a rajzolással kezd, a rajzolás modullal kezd, a téma a grafit rajzolás, és az első lecke az, hogy készíts el egy darab A4-es méretű portréi rajzot satírozás, árnyékolás, tónus technikával. Találsz hozzá egy ilyen kis rövid kis videót, hogy ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tud csinálni, milyen filmeket érdemes megnézni a rajzolás modulból. Hogyha készen vagy ezzel a rajzzal, akkor feltöltheted a rajzodat a Facebook csoportba, mi ott segítünk, megmutathatod, hogyha elakadtál, vagy segítsük, hogy hogyan javítsad ki. Ha készen vagy, akkor itt
ki tudod pipálni, hogy készen vagy, és kapsz érte egy ilyen kis jelvényt. És hogyha ezek a jelvények jelzik neked azt, hogy hol tartasz, és milyen leckéket pipáltál már ki. És igazából az első 4 lecke szól a rajzolásról, a következő 5., 6., 7., 8. lecke a pasztelről szól, a 9, 10, 11, 12. az akrilfestésről, és így tovább. Tehát végig tudod a 36 leckén keresztül, így tudod vinni, végig tudod venni a teljes online tananyagot. Hogyha valakit mondjuk nem érdekel mind a 36 lecke, akkor a mentor programban ugye ez a siker mutatja azt, hogy valakinek az a célja, hogy végig menjen mindenen, mind a 36-on végig menjen, hiszen úgy van felépítve ez a 36 lecke, hogy a legkönnyebbtől haladunk a legnehezebb felé, tehát folyamatosan nehezednek a feladatok, és ugye folyamatosan a másolás témából egyre inkább eljutunk odáig, hogy már önálló alkotásokat hozunk létre. Tehát haladhatsz úgy is, hogy mind a 36 lecke végig csinálod folyamatosan. De haladhatsz úgy is, hogy elgondolod magadban, hogy téged mi az, ami érdekel. És az a kérésünk, hogy a csatlakozol a mentorprogramhoz, hogy a rajzmodult azt ne hagyd ki. Mert a rajzmodul alatt találod meg azt, hogy fogod megtanulni azt a látásmódot, ami tényleg szükséges ahhoz, hogy majd színesben is tudjál alkotni. Ha a rajzolás modul megvan, akkor utána haladhatsz már más sorrendben, tehát nem muszáj a pasztelkrétát venni következőre. Használhatod az akrilfestést, tehát az olajfestést, ami téged érdekel. Meglátod majd azt a, végignézed ezt a 36 leckét. Itt a 36. lecke már a karikatúra rajzolása, kicsit be akarok lepozni, hogy például a 19. lecke az élőből rajzolás, vagy portré rajzolás élő modell alapján, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy 19. 18. leckét valaki megcsinálja, ahhoz az több idő szükséges, hogy itt sikerélményed legyen. Tehát, hogy azért van a 18-19-re rakva, mert az egy nehezebb feladat. Vagy nehezebb feladat az, hogy amikor a saját stílussal kezdünk el foglalkozni, nehezebb feladat az opárt stílust, vagy a nehezebb feladat a kollás technika. Jó, tehát hogy itt már feltételezzük azt, tehát ezekben erről a témáról beszélünk, akkor már nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan fogd az ecsetet, hogyan kevert ki a színt. Itt már feltételezzük azt, hogy már jól megy a festés, és hogy itt magáról a kollázsról beszélünk. Tehát, hogy van egy fejlődési ív, vagy egy fejlődési sorrend a mentorprogramban, de haladhatsz úgy, ahogy a te tudásodnak megfelelő. Tehát, hogyha például már tanultál rajzolni, és úgy csatlakozol a mentorprogramhoz, akkor a rajzolásmodult kihagyhatod. Hogy ugye ott vannak a feladatok, hogy megnézed azt, hogy van-e már neked opás stílusok néped, és hogyha van, akkor kihagyod ezt a feladatot, mert te már ezt megcsináltad, hogyha nincs, akkor megcsinálod. Jó, tehát van egy ilyen önállóság is a programban, hogy olyan sorrendben haladsz, ahogy neked jó, nekünk tényleg az a kérésünk, meg azt veszed ki belőle, ami neked hasznos. Ha nem akarsz a pasztelkrétával foglalkozni, akkor nem kell vele foglalkozni. Jó, tehát hogy itt szerintem a leckék, vagy ez a sikerút, ami fontos ebben a mentor programban. De ugye beszéltünk a személyes segítségről, hogy az most már remélem így tiszta, hogy a mentorprogramban akkor így minden anyagunkhoz hozzáférést kapsz, és egy sikerúton tudsz végigmenni. Akkor a személyes segítség az pedig hogy működik? Hogy attól függően, hogy mennyi személyes segítséget szeretnél tőlünk kérni a mentorprogramban, 3 csomag közül lehet választani. Az alapcsomag az, hogy ugyanúgy megkapod a minden hozzáférésünket, a mindenféle hozzáférést a filmekhez, és van havonta 2 darab webinár, olyan, mint ami most vagyunk. Tehát ugyanígy látjuk egymást, és tudunk egymással beszélgetni élőszóba. Ezen a webináron mindig van egy ilyen kis ilyen tanító, az adott hónap témájában van valami kis tanítás, aztán a végén élőszóban tudtok kérdezni, és aztán meg is mutathatjátok az otthon készített munkákat, és akkor élőben tudunk reagálni az otthon készített dolgaitokra. Jó, tehát ez az alapcsomag, tehát hogy nem veszik el, hogy nem csak hogy otthon csinálsz valamit, hanem kapsz rá visszajelzést.
A prémium csomag az, amikor ugyanez megvan benne, mint az alapcsomagban, annyival több, hogy van egy külön Facebook csoportja a prémium csomagosoknak, miben azt vállaljuk, hogyha felteszi a rajzát a Facebook csoportba, akkor mi 24 órán belül mentoráljuk a rajzát, és vagy egy videós, vagy egy szöveges értékelést küldünk a képére. Megosztom, jó, kicsit megmutatom ezt a Facebook csoportot, hogy hogyan működik. Hogy ide kikészítettem már néhányat, hogy például Etelka megcsinálta a saját önarcképét akrillal, és először már a Lukács Andi mentorunk mentorálta a rajzát, javított, ez már a javított verzió. Aztán utána Gábor volt az aktuális mentor, ő küldött neki egy ilyen kis videót, hogy mi az, amit még érdemes javítani rajta. És akkor itt például van, aki már a Kati, ő például a karikatúra rajzolásnál tart, tehát ő azt, és akkor a karikatúrát tette föl, de fölrakta a referencia fotót, akiről csinálta. Egyébként most volt érettségi találkozó, és az osztályfőnökét azt adták ajándékba, hogy az osztályfőnökéről csináltak egy karikatúrát, és akkor ő is kapott egy ilyen kis videós értékelést, hogy mi az, amit érdemes kijavítani. Ezt mindjárt keresek egy olyat, mondjuk itt az akrilfestésnél tart valaki, aki ezt a képet rakta fel, és ugye ezt akarom megmutatni, hogy Edda felrakta ezt a, ez a portpasztel trétáknak az egyik tananyaga, hogy a Robert Downey Jr.-nak az arcképét rajzolja meg Péter a videóban, és akkor ennek alapján a Edda is megrajzolta a videó alapján a képet, így sikerült neki. De aztán utána még folyamatosan javítgatott rajta, mindig felrakta az éppen aktuális javított verziót. Gábor volt akkor a mentor, ő mentorálta a képet videóban, hogy mi az, amit érdemes javítani, és utána Edda pedig felrakta már azt a javított verziót, amit a Gábor mutatott neki. Most megnézed ezt a képet, hogy mi lett a mentorálás után, otthon készített képéről, és hogy honnan indult, vagy innen indult, hogy szerintem nagyon nagy a különbség a kettő között, és hogy valóban sokat tud jelenteni azt, hogyha egy otthon készített képedre megkapod azt a személyes segítséget, amit ugye szeretnél. Ez főleg akkor jelent nagy segítséget a két esetben. Az egyik az, hogyha van egy elakadásod, és érzed azt, hogy tudod azt, hogy nem jó, de nem tudsz tovább lépni. És akkor elküldöd ezt a képet, és akkor mi abban tudunk segíteni, rámutatunk azokra a pontokra, amivel még foglalkoznod kell. Ugye ez nagyon előforduló szituáció mindig, hogyha benne vagy nagyon valamiben, akkor egyszer csak elérsz egy olyan pontra, hogy csak érzed azt, hogy nem jó, csak nem tudod, nem veszed észre, mert annyira benne vagy az alkotásba, abban a munkába, hogy nem látja az ember. És ilyenkor, ha ránéz egy külső szem, akkor neki sokkal könnyebb úgy rámutatni, hogy egyből látja azt, hogy na most még itt a szemen kell egy kicsit javítani. És pont ezeknek a mentorálásoknak az egyik nagy előnye, hogy ugye 24 órán belül megkapod a választ, és tovább tudsz menni, tovább tudsz haladni, és nem kell még egy hétig rágódni otthon magadba, hogy mi lehet a baj. Egyébként ebben a csoportban mi öten vagyunk mentorok, tehát a Péter, én is benne vagyunk, illetve még három kollégánk van benne, és ez a három kollega, ugye a Déri Gábor, a Lukács Andi és a Bósa Szabó Sanyi, tehát hogy már találkoztatok a nevükkel, vagy ha nem, akkor ők mind a hárman tanítványaink voltak, nagyon-nagyon régen kezdték már ezt a rajzolásfestést, tehát mindannyian végigmentek már ezeken a modulokon, vagy mindannyian ismerik a pasztát, az akrilt, mindig alkottak már vele, és őket, amikor indult 3 évvel ezelőtt ez a program, akkor őket kértük meg arra, hogy lenne kedvük egy ilyenben részt venni, és nagyon szívesen csatlakoztak, és most már ugye akkor 3 éve így öten csináljuk ezt a mentorálást. Minden hónapban felosztjuk a hónapot, hogy melyik nap ki lesz a mentor, ezt előre meg is kapjátok, hogy mikor ki a mentor. Mindig van az, hogy tudjátok, hogy kinek ki a kedvence, kit szeret jobban, vagy hogy ki az, akinek jobban ad a véleményed, és akkor ahhoz a mentorhoz tudod feltenni a képedet, aki neked szimpatikusabb, és akkor
így olyan embertől kapsz tanácsot, vagy segítséget, akit te is elismersz, vagy te is elfogadod tőle azt, amit gondolsz, vagy amit szeretnél, vagy amit mond. Na és akkor ugye beszéltünk arról, hogy alapcsomag meg prémium csomag. Az alapcsomag meg a prémium csomag között ugye az a különbség, hogy az egyik havonta egyszer kapsz mentorálást a rajzodra a webinárok keretében, a másikon meg bárhány rajzodra kapsz 24 órán belül segítséget. Igazából ez a kettő között a különbség. Mind a kettőben otthon önállóan tanulsz a filmek alapján és a sikerút alapján, hogy mikor milyen leckét csinálj meg. Van egy harmadik csomag, az elit csomag. Ők azok, akik nem szívesen tanulnak online a filmek alapján, mert olyan élethelyzetben vannak, hogy szívesebben jönnek el hozzánk tanterembe minden hónapban a Blahalúza térre, és minden hónapban egy szombat-vasárnapot együtt töltünk, és lényegében egy tantermi tanfolyam keretében, két nap keretében csináljuk meg azokat a leckéket, azokat a feladatokat, amiket ők meg a mentor programból végig meg akarnak csinálni, mi végig haladunk ezen a programon. És ugye a tantermi részt azok szokták általában választani, még mit tudom én, kisgyerek van otthon, és tuti a fején ugrál, és akkor nem tudna önállóan otthon alkotni, mert nincs rá ideje. Vagy neki ez az egy kikapcsolódás, ez az egy szabadság, ami úgy gondolja, hogy neki ez jár. Tehát, hogy mindenkinek megvan az, hogy miért inkább a tantermit választja, miért inkább az online részét választja. Tanterembe azok jönnek, ők is ugyanúgy megkapják az online filmekhez a hozzáférést, valaki használja egyébként a filmeket, az mellett, hogy jön tanterembe, valaki meg csak a tantermi részét használja, és nem használja az online filmeket, hogy ez teljesen rájuk van, vagy rátok van bízva, hogy mi ez a programelem, amit használtok ebből az egész mentor programból. Végülis az elit csoport az, akik tanterembe tanulnak, és minden hónapban két napot rászánnak erre az alkotásra, és egyébként a mentorprogramnak az egyik célja is az, hogy minden hónapban egy kép szülessen valamilyen technikával. És akkor az, hogy mennyi időre van szükséged ahhoz, hogy el tud végezni ezt a mentorprogramot, hogy szerintem ez megint, ugye, hogy lehet haladni a mentorprogramban gyorsabban is, meg lehet haladni lassabban is. És hogy ahhoz, hogy mondjuk havonta egy kép elkészüljön, ahhoz szerintem ilyen körülbelül egy ilyen napi, nem napi, hanem havi 16 órát, tehát mondjuk egy ilyen két napot, kétszer 8 órát, vagy naponta egy órát, körülbelül annyit kell rászenni, hogy egy kép el tudjon készülni, főleg, hogy haladsz az időben előre, mondjuk egy rajz még elkészül 8 óra alatt, de mondjuk egy festmény az lehet, hogy két nap alatt. Tehát körülbelül átlagosan havi két napot kéne rászánni arra, hogy gyakorolj, és hogy tudjad követni azt, hogy minden hónapban egy leckét megcsinálsz. De persze ezt a napot el lehet osztani, tehát a saját beosztás szerint, hogyha minden este szeretnél ezzel foglalkozni egy órát, akkor minden este, ha azt mondod, hogy neked a szombat délutánod azt, amit minden héten erre rászánsz, akkor pedig ezt a megoldást választod. Kérdezzetek, hogyha szeretnél kérdezni, akkor kapcsold vissza. Én kérdeznék, hogy ha az elit programot választom, akkor az elegendő, az a két nap, tehát egy hétvégen, akkor olyan szinten meg tudok tanulni rajzolni, amit mondjuk így látok a képekben is. Igen. Igen? Az tehát, hogy nem szükséges hozzá még itthon rászánnom időt, hogyha nem tudok. Nem. Van egy elit programra, hogy csak két napot. Aha. Jó, és akkor a másik kérdésem, hogy ezeket az időpontokat lehet-e tudni? Mondjuk főleg így a nyári érdekelne, ugye, mert akkor így... Megmondani a teljes 12 hónapokat júniustól jövő. Ez már ki van rakva valahová? Rakva, mindjárt meg is mutatom, de még egy gondolat ez az időpontokhoz, hogy ha van olyan, hogy mindig előfordul olyan, hogy nem tudsz jönni bármilyen ok miatt egy adott alkalomra, hogy ezeket lehet pótolni, ezeket a napokat, mondjuk nem tudsz eljönni az adott alkalomra, az elit csoportra, akkor egy másik hétvégén, amikor van bármilyen tanfolyam, akkor tudod azt a hónap témáját pótolni. Az időpontok, rákattint az időpontokra, akkor itt ki fogja adni, jó, hogy június 11-12 az első elit csoport időpont, és 2023. május 13-14 az utolsó. Ezekben az időpontokban találkozunk. Látod azt, hogy most úgy jött ki, hogy a július elején meg július végén találkozunk egyszer-egyszer, és akkor augusztusban pedig nincs alkalom, tehát ez lényegében augusztusra fog vonatkozni, csak hétvége
hiányában júliusra tolódott át. És valamikor nem tudsz jönni a nyárfolyamán, akkor bármelyik hétvégén pótolhatod. Jó? De ugye ezek az időpontok kint vannak a honlapon is, hogy ott, hogy időpontok. Jó, köszönöm szépen. Akkor fogod találni az elit csoport időpontokat is. Jó. Na, szeretném kérdezni, hogy ha valaki az alapcsomaggal indul el, később válthatna jobbra? Válthat, persze. Igen. Jelzed azt, hogy mit szeretnél, és válthat meg. Sőt, visszafele is, tehát, hogy bármilyen irányba válthat. Uh-huh. Nagyon sok olyan tanítványunk van, akik például a most harmadévesek, és az utolsó két évet elit csoportban csinálták, és az első évet pedig alapcsomagban. Tehát, hogy van, aki alappal kezd, elit lesz belőle, valami prémiummal kezd, alap lesz belőle, alappal indul, prémium lesz belőle, tehát oda-vissza tudsz váltani. Jól lehet jelentkezni az ügyfélszolgálatnál, hogyha ilyen váltani szeretnél a csomagok között. Jó. Jó? Én már reggel elküldtem a jelentkezésemet gyorsan, miért megláttam a e-mailt. Már nagyon vártam. Tavaly is akartam jelentkezni, csak akkor kicsúsztam az időből. De most készültem rá nagyon az idén. Ja, örülünk neki. Örülünk, hogy akkor sikerült meg, hogy akkor tetszett ennyire a program, hogy egy évet vártál rá. Igen, mert nagyon szeretnék megtanulni rajzolni. Ugye alapból még alapból sokat rajzoltam, meg rajzolok, szakmám is részben, meg festeni is festök, de valahogy nagyon hiányos a tudásom, tehát az alaprajzkészség az nagyon hiányzik. Mm-hmm. És így autodidakta módon könyvből nem igazán sikerült elsajátítani. Jó, hát szerintem a videók alapján is, meg a bár, tehát hogy biztos, hogy mindig azt mondják, ez a visszajelzés tanítványok, hogy nagyon szájbarágosan tanítunk. Úgyhogy szerintem menni fog. Igen, ezeket már végignéztem oda-vissza mind. Igen, nagyon jó. Hát amikor a videókat csináltuk, akkor hát előtte mi is megnéztünk ilyen oktató videókat, és mindig az volt a problémánk vele, hogy fontos részeknél vagy nem volt információ, vagy átugrott a film, és ezért az összes ilyen oktatóanyagunkat úgy csináltuk meg, hogy mindent nagyon részletesen megcsináljuk. Néha ez elég hosszú, tehát van, amikor érdemes egy kicsit belepörgetni, meggyorsítani. De a lényeg az, hogy minden mozdulat ott van, abból azt meg lehet akár 50-szer nézni egymás után, hogyha meg akarod tanulni, illetve ami még benne van, és szerintünk az nagyon jól működik, meg a visszajelzések is ezt mondják, hogy mindig mondjuk azt, hogy mi történik a fejünkben, a fejedben, hogy milyen gondolatok alapján csináljuk meg pont azt a mozdulatot. Tehát nem csak megcsináljuk, hanem elmondjuk, hogy ezt most azért csinálom, mert ezt meg azért csinálom, most azért rakok bele egy kicsi pirosat abba a festékbe, mert, és szépen elmondjuk mindent. Tehát ami ugye a festőknek például a fejében megtörténik, mi azt transferáljuk át abba, hogy elmondjuk konkrétan, hogy ez most miért történik. Én szoktam ajánlani, hogy ha hosszúak a filmek, hogy van az a filmek alján egy ilyen kis gomba, amivel lehet gyorsítani a filmeket. Ha másfélszeresére állítod a sebességet, akkor ugyan kicsit magas lesz a hangunk, de még pont érthető. Még pont érthető, hogy hamarabb végzel a feladata. Simán lassítani. De ha meg éppen le akarsz lassítani valamit, akkor ugye le is tudod lassítani. Igen, és akkor valaki kérdez, Timi kérdez, hogy hány hónap a minimum, hogy amennyit. Jó, tehát amennyit benne vagy. Tehát, hogy nem kötelező mind a 36 leckét végig csinálni, hogyha 5 leckét csinálsz benne, akkor 5-öt, ha 2-t, akkor 2-t. Nincs ilyen, hogy minimum. Nincs minimum, amit hogy a teljesen kezdőknek, tehát aki azt mondja, ugye, hogy ez sokszor elhangzik az élő tanfolyamokon is, hogy én a pálcika ember szinten tudok rajzolni, tehát ha valaki tényleg előről kezdi, akkor az a javaslatunk, hogy azt a rajzmodult azt érdemes végigcsinálni annak a 4 leckéjét. Találtok egy összehasonlító videót arról, hogy mi van akkor, hogyha ugyanezt a ismeret, ugyanezt a tananyagot online formában tanulnád meg,
hogy ugyanezt tanterembe tanulnád meg. És egyébként pont itt van ez a kis összefoglaló, hogyha minden online tananyagunkat egyesével megvennéd, külön az akril modulnak az XL csomagját, a pasztel csomagnak az XL csomagját, a rajzmodulnak, tehát minden anyagunkat külön-külön megvennéd, akkor az 740 valahány ezerbe, vagy nem tudom lehet pontosan kiolvasni, 745 ezer forintba kerülne. Hogyha a mentor programnak a tagja vagy, és azt feltételezzük, hogy egy leckét egy hónap alatt tudsz megcsinálni, tehát a 36 leckét 36 hónap alatt csinálod meg, és nem tudsz ennél gyorsabban haladni, akkor a mentor program, hogyha az alapcsomagot beleszed, akkor 251 ezer forint. Tehát, hogy van egy 500 ezer forint különbség. Hogyha a prémium csomagot választod, amiben ugye az van benne, hogy mind akárhány rajzodat 24 órán belül értékeljük, az 611 ezer forint 3 évre vetítve. Tehát ugye ez úgy nem, tehát ugye ha 3 évre vetítem azt a 611 ezer forintot, akkor is olcsóbb, mint hogyha önmagába veszed meg az online tanfolyamokat, és ebben nincsen benne a személyes segítség. Ha a csoport választod, akkor 3 évre vetítve, 1.900.000 forint, de hogyha meg külön jössz el tantermi tanfolyamokra, akkor az meg 2.001.000 lenne. Tehát, hogy ott is van egy összehasonlításban, hogy a mentor program az biztos, hogy olcsóbb, akár az online-nál, akár a tanteremnél, és hogy ugye ez az a program, amiben benne van az a személyes segítségünk, amit az online tanfolyamoknál nem kaptok meg. Az alapcsomagnál mennyi rajzot lehet, vagy mennyit lehet feltenni ebbe a csoportba havonta? Egyet? Az alapcsomagnál bármennyit feltehetsz, csak az alapcsomagosok egy olyan Facebook csoportban vannak, akikben a mentorálás nincs benne. Uh-huh. Hogy a mentorok ott nem fognak neked segíteni, az alapcsomagnál abban van a személyes segítség, hogy jössz a webinárokra úgy, mint most, és itt a webináron mutatod meg a kamerán keresztül, mint hogy az elején is volt, és valaki megmutatta a festményét. Igen. Az alapján mutatod meg itt a webináron, úgy kapod meg az alapcsomagnál a személyes segítséget, a prémium csomagnál meg bármennyi képet. De tehát a mentorálás az abban a Facebook, ez két különböző Facebook csoport, az alapcsomag csoportosoknak, az alapcsomagosoknál az a Facebook csoport is kapsz azért visszajelzést, csak nem mentorálást. Tehát ott is azért nagyon-nagyon mi szoktunk ott lenni természetesen, de ott már nagyon sok olyan sorstársad, kortársad van, aki ezt a programot csinálta, vagy volt nálunk tanfolyamon, és akkor becsatlakozik, és ott is kapsz ám visszajelzést, tehát hogyha jól sikerül, akkor agyon fognak dicsérni. Tehát ott nem ígérjük azt, hogy 24 órán belül a mentoroktól segítséget kapsz. Jó? Ott a társaiktól kapsz a Facebook csoportba segítséget. De ők is tudnak ám nagyon sokszor segíteni, tehát már van jó néhány olyan tanítványunk tulajdonképpen, akik ilyen 8-10 éve tartanak velünk, úgyhogy már elég rutinosnak mondhatók, és ők azért szoktak segíteni. Köszönöm. Valaki az előbb, talán Ildikó? Én csak megköszöntem. Tökéletes volt a tájékoztatás. Jó, Marika, még látom, nyújtott a kezed? Szeretném megkérdezni, hogy történetesen elkezdi az ember az alapcsomagot, havonta befizeti, akkor történetesen meghalok. Vagy történetesen kórházba kerülök, hogy akkor mi van, hogy nem tudom tovább fizetni, akkor ez kilép az ember belőle, vagy persze, kilépsz, persze, simán kilépsz belőle, és nem kell tovább fizetni. Tehát, hogy bármilyen közben jön, akkor bármikor lemondhatod. Értem. Köszönöm. Ugye úgy van, hogyha havidíjat fizettek, ugye most például most május van, hogyha most becsatlakozol a programba, a havidíjat mi mindig hónapnak az elején, negyedikén van a hónap fordulónap. Úgy van megcsinálva a programunk, hogyha most becsatlakozom májusba, akkor amit befizetsz most díjat, a havidíjat,
azt júniusra számoljuk el, de már májusban is láthatod a filmeket, tehát végülis a május program az ingyen van, az ajándék neked a május. És akkor júniusra számolódik el az a havidíj, amit befizetsz, és amit legközelebb, amikor fizetned kell, az majd a július eleje. Uh-huh. Jó? És akkor onnantól kezdve, hogy fizeted a díjat, és úgy gondolod, hogy már ez nem jó, bármi közben ezt nem mondod, akkor lemondod, nincs semmi. Jó? És van egy olyan lehetőség, majd látjátok, amikor megrendelitek a csomagokat, hogy lehet éves díjat is fizetni, és akkor nem havonta történik a fizetés, hanem éves díjat, és akkor az éves díjnál pedig egy hónap az ajándékban van. Tehát akkor, ott akkor 11 hónap díjat kell kifizetni, és nem havonta fizeted a 12 hónapot. Jó, tehát el tudod dönteni, hogy egy évre fizeted előre, vagy havonta fizeted. És akkor még van egy fizetéssel kapcsolatban, hogy bankkártyával tudtok fizetni, tehát nincs itt utalásos lehetőség. Azért, mert hogy ez a rendszer egy automata rendszer, ez az OTP Simple Pay rendszerén keresztül történik. És azért, hogy ez csökkenti az adminisztrációt nekünk. Ugye most ebben a programban jelenleg is 300-an tanulnak, több mint 300-an tanulnak, most még csatlakoznak hozzá mások is, hogy nem tudnánk kezelni ez az automatizmus nélkül az utalásokat. Tehát mindenképpen bankkártyával tudtok fizetni. És a másik meg, hogy ez az a rendszer, ami garantálja azt, hogy amikor tagja vagy a rendszernek bármennyi ideig is, tehát mondjuk tegyük fel, hogy te 36 hónapig tagja vagy ennek a rendszernek, vagy 24 hónapig tagja vagy, hogy ameddig tagja vagy a rendszernek, addig az ár az neked soha nem fog emelkedni. Tehát, hogy mindig ugyanazon az áron tudsz benne maradni a programba éveken keresztül, amiért most csatlakozol. Jó, tehát nem fog emelkedni. Amúgy mindig, minden évben emelünk az áron, mint ahogy látod is, hogy majd jövő héttől magasabb lesz, de hogy aki, amikor becsatlakozol, onnantól kezdve nincs áremelés, és ez pont ezt a rendszer is garantálja, ez az automata rendszer is garantálja, hogy nem is tudunk árat emelni. De ez jó is szerintem, aki annak, aki benne van. Ez vonatkozik a csomag átlépésre is? Mondjad. Én azt szeretném kérdezni, Anita vagyok, hogy ugyanúgy levonjátok minden hónapban, mint az akrilfestésnek a díjat, vagy nekem kell vagy fizetni kártyával? Automatikusan, tehát nem kell vele foglalkozni, ugyanúgy megy. És köszönöm. Viszont Anita, most mondtad, hogy ugyanúgy, mint az akrilfestésnél, akkor a festésen, akkor te részletfizetést választottál. Igen. Választottál. Hogy nem tudom, hány hónapod van még vissza a részletfizetésbe? Novemberig, mert akkor lehet, hogy érdemes lemondani, ha csatlakozol a mentor programba, akkor érdemes lemondani az akrilfestő tanfolyamnak a részletfizetését, és becsatlakozni a mentor programba, mert ugyanúgy eléred, ugyanazokat a filmeket sem többet fogsz elérni a mentorba, mint az akrilba. Jó. Akkor nem kell egyszerre kettőt fizetni. Ez az értékelés, amit küldtök, az tulajdonképpen írjátok, hogy videós vagy szöveges értékelés. Ez lehet esetleg telefonon is? Vagy ezt mindenféleképpen ti fölveszitek azt a videót, és akkor fogjátok és elkülditek, mutatva gondolom, hogy mi az, amit javítani kellene, vagy hogy lehet még esetleg korrigálni, vagy javítani bármit is, vagy pedig esetleg telefonon is lehet, vagy akár mondjuk online, így ahogy most beszélünk, vagy erre nincs lehetőség. Úgy van, hogy feltöltöd a Facebook csoportba, ebbe a Vardorat Klub nevű csoportba a rajzodat, vagy amit mondom, és akkor ide kapod a feltöltjük fel a videót. Itt tudod megnézni. Aha, értem. Értékelést is. Egyébként ez jó, hogy most ez szóba jött, most eszembe jutott az, hogy ugye sokaknak, akik még kezdők, például frusztrálja őket az, sokan mondják, hogy akik benne vannak több éve ebben a csoportban, hogy milyen rajzokat csinálnak, és hogy én, mint kezdő, nem merem felrakni a képemet oda. Igen. És hogy lehet-e kapni külön személyre szóló mentorálást, hogy úgy, hogy a többiek nem látják. Uh-huh. És hogy amíg még nem jön meg a bátorságot, hogy felrakd a csoportba a képedet, addig megszoktuk azt csinálni, hogy e-mailbe küldesz képet, és akkor e-mailben válaszolunk, és akkor a többiek nem látják a mentorálást, vagy a rajzodat.
Hogy ezzel lépjél túl. Meg majd, ha csatlakozol és veszed a nagy levegőt és föltudod a Facebookba, akkor meg fogod látni, hogy mindenki annyira dicsérni fog, meg annyira... aki ott van, az mindenki tudja azt, hogy ő is onnan indult el. Jó? Tehát nincs olyan, hogy most lenézzük, mert hát én már olyat tudok, hogy, és akkor ez meg milyen. Ilyen nincs. Mindenki nagyon pozitív, mindenki. Tudják, ugyanonnan indultak. Tudják, hogy emlékeznek rá, hogy mi volt nekik is a kezdetben a nehézség, hogy az első rajzaikra ők is úgy érezték, hogy jaj, de béna. Jó, úgyhogy nyugodtan. Tehát nincs ezzel, szerintem nincs ezzel semmi para. Sőt, még ugye nagyon sok biztatást is fogtok kapni, hogyha oda fölrakjátok a rajzokat. És ugye ez a ugye akkor nem voltál itt, tehát ez azért van ez a rendszer, mert hogy akkor ez az a hely, ahol biztosan meg tudjuk azt oldani, hogy 24 órán belül az éppen aktuális mentor ezt megcsinálja, ezt az értékelést. Jó, tehát aki éppen az ügyeletes mentor, az mindig nézi ezt a Facebookot, és akkor hát nyilván van egy időbeosztása mindenkinek, de akkor megnézi, és akkor 24 órán belül megkapod ezt az értékelést, hogy nem is értékelést, visszajelzés, segítség. Visszajelzés. Uh-huh. Jó, és van arra tapasztalatotok? Gondolom van, de hogy mondjuk ezt így számszerűsítették nekem már, hogy melyik csomag hozta igazándiból a valóban az eredmény. Tehát mert nyilvánvalóan mindegyik csomag másfajta elkötelezettséget jelent ugye a tanuló részéről, és hogyha az ember szeretne egy bizonyos eredményt elérni, akkor ugye nem mindegy, hogy melyik csomagot választja. Hogy mondjuk, hogyha valaki fizetett kezdő csomagot, hogy neki is sikerült egy jó szintre eljutnia, vagy mindenféleképpen mondjuk ez a közepes csomag kell, vagy hát hogyha az ember valóban olyan eredményt szeretne elérni, akkor mindenféleképpen ajánlott lenne ez a drágább csomag. Tehát hogy melyik az a csomag, amivel úgy tényleg úgy érzi az ember, hogy esetleg valóban eredményt tud elérni, és fogja látni, ha nem is azonnal, de azért viszonylag egy rövid időn belül az eredményt. Ugye, van egy ilyenünk, hogy büszkeségeink, ez a referenciák és büszkeségeink. Itt találsz meg egy csomó emberkét, aki már a mentorprogramban tanul jó néhány éve. Uh-huh. Mindegyiknek le van írva a sztoria, hogy honnan indult, hova jutott, és hogy milyen csomagot választott. Jó? Aha. Hogy például az Éva, ő elit csoportba jár. A Solyom, Horváth Ágni, ő alapcsomagot választott. Jó? A Kitti az online kezdett tanulni, aztán egy évig elit csoportos volt, aztán most megint online tanul. Az elit csoport az, akik személyesen. Igen, akik személyesen jönnek. A Andi, ő prémium csomagos. Arnold alapcsomagos. Molnár Éva, ő is online alapcsomaggal kezdte, aztán most elit csoportos. Antalvári Mária prémium csomagos, tehát nagyon sok mindenki van. Egyébként szerintem szerintem nagyon múlik azon, hogy mennyi energiát szánsz rá te magad. Hát nyilvánvalóan ez az egyéntől függ elsősorban. Minden benne van. Ez így van, hogy mennyi időt és mennyi gyakorlást szán az ember erre, ez biztos, hogy így van. Egyébként, amit még szoktak mondani a többiek, hogy ne csak amikor, hogy netán a prémium csomagot választod, és a prémium csomagokban akkor ne csak a saját képedre adott mentorálást nézd meg, hanem nézd meg a többiekét is, hogy mit kap, mit, mert nagyon sokat lehet tanulni a másiknak. Másoknak. És sokan mondják, hogy én mindig megnézem, hogy másoknak mit mondok, mert abból is tök sokat lehet tanulni. Hogy van, aki azt mondja, hogy egy idő után, amikor már megvan a látásmód, hogy felteszi valaki a képet, és megfogalmazza magában, hogy ő mit mondana erre a képre. Hogyha ő lenne a mentor, akkor ő mit látna, hogy mit kéne javítani. És akkor megnézi a mentorálást, és akkor azt mondja, hogy ő, hát ez tök jó, mert én is észrevettem azt, amit te mondtál, és
de jó, hogy mutattad, mert én azt még nem láttam, amit te észrevettél. Tehát, hogy tudsz a másikéből is nagyon sokat tanulni. Értem. Megmondom őszintén, most ugye az alapcsomagban is benne van az, hogy, hogy a webinárokon megmutatod a rajzodat, meg megmutatod a többieknek a rajzodat, és kapsz rá értékelést. De azt, hogy tehát azt, hogy az otthon készített munkáidat valaki véleményezi, ilyen szolgáltatás a világon nincs. Tehát komolyan mondom. Pont most két tanítványunk van, aki ebben mentorprogramban, akik Amerikából tanulnak ketten. Pont az egyikőjük mondta a legutóbbi webináron, hogy Amerikában tanul, tud angolul, tanulhatna angol rajz- és festőiskolát. Igen. Igen. Tanul, mert azt mondta, hogy ilyen összetett szolgáltatás a világon nincs. És ebben most, én nagyon büszke vagyok arra, amit létrehoztunk, és lehet, hogy most fényezésnek tűnik az, amit mondani fogok, de az, hogy minden, tehát a rajz és festés tanulásban, hogy minden témában tudsz tanulni a mentorprogramban. Tehát, hogy nincs olyan eszköz, amiben ne tudnál tanulni. Minden olyan, hogy csak máshoz, hanem el tudsz jutni odáig, hogy saját képeket, saját önálló alkotásokat, művészi alkotásokat tudsz létrehozni, mert nem csak lemásolod, hanem átalakítod a fotót egy egyedi képé. Azt, hogy kapsz mellé egy olyan személyes segítséget, amit 24 órán belül, amit otthon készített munkáidra, hogy ilyen a világon nincs, komolyan. Tehát és ezt nem csak mi mondtuk, mi úgy gondoltuk, hogy valóban így van, de az, hogy Amerikából megkaptuk ezt a véleményt, én azt mondtam, hogy ezt én büszkén vállalom, és hogy tényleg egy plusz dolgot raktunk össze, és amikor arról beszélünk, hogy elnézést, hogy mennyi az ár, és tudom, hogy az ár, na ez fontos dolog, mert mindenki abból pénzből gazdálkodik, amilyen van. De hogy azt nézed, hogy mit kapsz érte, akkor meg azt mondom, hogy egy nagyon klassz dolgot kapsz érte. Hát igen, biztos, hogy így van. Én egyébként vettem így, próbáltam részt venni ilyen külföldi online oktatásokban, és valóban így van, hogy hát van egy videó, meg tudja az ember festeni, vagy éppen rajzolni, amit éppen a hölgy, vagy éppen az úriember készít, és hát utána készen van, utána nem kap az ember visszajelzést, vagy kaphat, mert van olyan is, de nyilván az egy teljesen más dolog, mert ott aztán tényleg nagyon-nagyon sok diák van, amikor ilyen, nem tudom, hány ezer diák vesz részt a világ minden tájáról egy ilyen online kurzuson. Biztos, hogy ez sokat számíthat, hogy 24 órán belül visszajelzést kapunk. A másik előnye szerintem még ennek itt a visszajelzéseknek, hogy van ennek egyfajta ilyen, hát ilyen úton tartó vonzata. Tehát, hogyha így csinálod, fölrakod, megkapod rá a visszajelzést, akkor azt látjuk, hogy sokkal könnyebb nektek ezt megcsinálni, hogy megmaradjon a lelkesedés és ugye a kitartás, és hogy folyamatosan tudjátok csinálni, mert mindig kapsz egy inspirációt, egy segítséget a munkádhoz. Ugye akik csak online, tehát nem mentorprogramos, hanem csak online-t vesznek, ott bizony láttunk olyat, hogy egyszerűen elfogyott a lelkesedés egy idő után, pont ezért, mert nem volt visszacsatolás, nem volt sikerélmény, nem érezte azt, hogy halad. Itt pedig ugye ez mind megvan. Az úton tartás van meg. És kapott folyamatosan. Sőt, rá is szoktunk kérdezni azért, hogyha valaki egy picit... Kicsit kihagy. Akkor mi történt, tudunk-e segíteni? Mikor küldöd a következő képet? Amit akartam mutatni, ez is az úton tartás segíti, majd itt a sikerút. Amit az előbb mutattam nektek, hogy ez is az útontartást segíti, de lassú most egy képernyő megosztásban. Ugye az, hogy látod azt, hogy hol tartasz most, mi a következő lecke, és ugye tudod magadnak pipálni a kis jelvényeket, hogy mi az, ami kész van, és egyébként, hogy mondjuk megvan a 4 modul a rajzból, tehát elvégezted, akkor kapsz például oklevelet, az e-mailben kapsz egy beszóló oklevelet arról, hogy elvégezted ezt a modult. Tehát, hogy ez a sikerút is egy úton tartó eszköz. Tehát azért csináltuk, hogy ne vesz el a részletekbe, hogy lásd azt, hogy honnan, hova érdemes eljutni, vagy honnan, hova tudsz eljutni, vagy mi a következő lépés. Jó?
Meg egyébként, amit ugye most beszéltünk az elején arról, hogy, hogy érdemes letisztázni magadba, hogy miért akarsz rajzolni, megfesteni, tanulni felnőtt fejjel, mert ugye minél erősebb a miérted, annál könnyebb a hogyan. Mert hogyha mondjuk, hogy, mi, hogy mondjuk azért akarsz, tényleg azért akarsz tanulni, mert nem csak a produktum számít, hogy kirakod a falra, vagy megrajzolod valakinek, hanem azért, hogy egyensúlyba tartsd magad, akkor azt a szokást kialakítani heti szinten, hogy én most időt szánok magamra, hogy kikapcsolódjak, hogy jól érezzem magam, hogy belekerüljek ebbe a flow tudatállapotba, akkor, akkor sokkal könnyebb rávenni magad, hogy csináld, mert tudod azt, hogy magadért csinálod. Olvastam egy könyvet, ez a Pál Ferencnek a... Nem jut eszembe a címe. Ami igazán számít, ez a címe. Pál Ferenc, ami igazán számít. Szerintem zseniális könyv, olvastátok el. Nem rajzkönyv, de nagyon, ilyen nagyon jó. És abban van az, hogy, hogy azt feszegeti a Pál Feri, egyébként egy pap, tehát hogy teológiát végzett, hogy, hogy mi a boldogság. És ugye ez az életnek egy nagy kérdése, hogy mi a boldogság, és ugye azt a kutatást vették alapul, hogy ugye sok ember azt gondolja, hogy akkor leszek boldog, hogyha be tudok fizetni egy óriási nagy nyaralásra, vagy akkor leszek boldog, ha kész lesz a házam, tehát valami külső dologhoz társítom azt, hogy majd akkor leszek boldog, ha. De az a kutatásnak az eredménye, hogy akkor tud egy ember igazán boldog lenni, hogyha képes egy olyan tevékenységet találni, amiben el tud mélyülni. És ez most nem feltett, ugye ez mi, mindenkinek más lehet ez a tevékenység, hogy miben tud elmélyülni. Van akinek a tánc, van akinek a sport, a futás, a bármi, tehát van akinek meg a rajz, az, hogy meg a rajzolás, a festés, hogy miben tud elmélyülni, és ez a fajta élmény, hogy képes vagy elmélyülni és belekerülni ebbe, amit Csíkszentmihályi szokott mondani, ez a flow tudatállapotba, hogy ez hozza meg azt a folyamatos boldogság érzetet, ami hosszú távon és napi szinten fenntartható, és nem akkor leszek boldog, ha elmegyek nyaralni, hanem attól tudok boldog lenni, hogy bele tudok merülni egy alkotásba, és létre tudok hozni egy olyan produktumot, egy olyan dolgot, amitől nem csak nekem nő az önbizalmam, hiszen eddig nem tudtam egy ilyet csinálni, és most meg tudom csinálni, hanem másoknak is tetszik, hogy ezzel örömet tudok okozni magamnak vagy másoknak. És akkor, amikor mindig arról beszélünk, hogy nincs időm, hogy igen, nincs időm, de hogy ne azt tedd föl magadnak, hogy nincs időd, ne azt fogad, nincs időd, hanem mondd azt, hogy ez nem fontos. És hogyha azt mondod, hogy ne, ez nem fontos neked, akkor, akkor be tudod, végig tudod gondolni magadnak, hogy ez most tényleg nem fontos, hogy magammal foglalkozzak, hogy magamnak adjam meg az örömet. Hogy tényleg nem fontos, vagy a gyerekem kérdez valamit, és elhessegetem, hogy jó, majd figyelek rá, hogy valóban nem fontos a gyerekem? Tehát amikor azt mondjuk, nagyon könnyen mondjuk mindenre azt, hogy nincs időm. Tehát tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy ne azt mondod, hogy nincs időm, hogy nem fontos. Meg azt gondold végig, hogy mi adja meg neked a, az örömet. Ez csak egy ilyen szösszenet. Ne, jó, jó, abszolút egyetértek ezzel egyébként, tényleg. Abszolút. Lényeg az, és pontos is. Ha tisztázod a célt, akkor az nagyon nagy erő. Rengeteg sztorik van. Volt olyan néni, aki az el, mert azt mondta, pont nyugdíj után, hogy azt mondta, hogy a fiam grafikus, a férjem grafikus, én meg soha életemben nem tudtam rajzolni, és most akkor megtanulok, és bebizonyítom nekik, hogy igenis tudok. Igen, igen. Én mondjuk az az igazság, hogy arra jöttem rá, hogy nekem fontos, hogy le tudjak valamit rajzolni. Tehát, hogy úgy érzem, hogy nem teljes úgy az életem, hogy, hogy nem tudok mondjuk valamit lerajzolni, ami, ami körülöttem van, vagy bármi, ami mondjuk szeretnék valamit megcsinálni, akár mondjuk a lakásban, vagy, és nem tudom lerajzolni, és szeretném lerajzolni. De pontosan, nem csak ákombákon módon, hanem tényleg úgy, ahogy az, az megjelenik. Olvastam régen, olvastam arról, hogy régen az emberek szinte mindannyian tudtak rajzolni, mert hogy a rajz volt az egyik eszköz, akár mondjuk a kommunikációra, és hogy ez mennyire visszafejlődött a mai világban, és én ezt nagyon szeretném fejleszteni. Tehát csak is ez és kizárólag
Nem tervezem, hogy belőlem egy nem tudom, hanyadik Picasso lesz, aki majd a élete második felében nagy karrier fut be, de jó lenne, hogyha jó örömmel töltene el, hogyha mondjuk ez a lényeg. Bármit le tudnék rajzolni. Még nem akarsz Picasso-lni, várják. Ja, még nem. Két év a mentorprogramban, és már Picasso akarsz lenni, hívják. Ez az első visszajelzés. Annyira fantasztikus, ha elutazik az ember, akkor például le tud valamit csak skiccelni, vagy le tud rajzolni, vagy éppen le tud festeni. Vagy meglátja az ember a gyerekét, és jaj, de jó lenne, ez annyira klassz ez a dolog, és akkor le tudja festeni, vagy le tudja rajzolni. Tehát, hogy ez, és a rajz az meg alap. Én elkezdtem rajzolni akvarelt, és rájöttem, hogy annyira szükség van ahhoz, hogy pontosan tudjon rajzolni az ember, mert az mindennek az alapja. Úgyhogy, és ezért néztem a csomagokat, hogy vajon mi lenne az a csomag, ami valóban el tudna engem vinni ahhoz, hogy mondjuk rövid időn belül, és teljesen igaz, kevés az embernek az ideje, nagyon minimális, úgyhogy próbál mindent besűríteni. Úgyhogy ez lenne, hogy tényleg mi az, amit érdemes választani, hogy az ember eljusson A-ból B-be. Ja. Akkor én szeretném megkérdezni, hogy az alapcsomagnál a webinároknak az időpontját meg lehet-e tudni előre? Hogy mert én egyszer az ilyen, azért lecsúsztam, mert az internetet meg a Facebookot nem minden pillanatban, én nem, legalábbis nem a telefonnal a kezemben ülök állandóan, és lecsúsztam, mert pont másnap néztem meg, előző nap volt. Uh-huh. Úgyhogy szóval, hogy jó lenne tudni egy fix időpontot, hogy az ember akkor készítse a lelkét, mint a kis herceg, hogy várja az időpontot. Ez jó, mint a kis herceg, hogy nagyon tetszik. Hogy minden hónapnak az elején vannak ilyen ötödike környékén, ötödike előtt, és mindig este 7 órától vannak, és ilyen hát 2 órás szokott lenni, 7-től 9-ig biztos el szokott tartani, amíg megbeszélünk minden apró ügyes dolgot, és minden hónapban 2 van. És ezt az ötödike körül, és a másik az? Egymás utáni napokon szokott lenni. Ja, akkor két egymás utáni napon. És mindig más a téma, az adott webináron más a téma, függetlenül attól, hogy te mondjuk most a grafit rajzolásnál tartasz, és mondjuk, de mondjuk a webináron az akrilfestés a téma, és ettől függetlenül nyugodtan gyere el, mert akrilfestésből, tehát amit hallasz az akrilfestésnél, lesz olyan téma, amit tudsz használni a rajzolásnál is, meg azért, mert az a téma, attól még a végén kérdezhetsz rajzolással kapcsolatban. Meg attól függetlenül mutathatod a rajzodat, azért, mert akrilfestés a téma. De ezt előtte... Egy hónap előtte el szoktuk küldeni az időpontot. Hogy amikor bekapcsolódunk ebbe a mentorprogramba, akkor teljesen nulláról kezdődik? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Lépésről lépésre haladunk a leckékben, az összes... és mindig ugyanazzal a csoporttal vagyunk együtt, tehát ugyanolyan szintű emberekkel vagyunk együtt, vagy ez teljesen változó? Mivel teljesen más tudásszinttel kapcsolódtok be a programba, van, aki tök kezdő, van, aki már mondta itt az elején is, hogy már megcsinálta a rajzolás részt, valaki színeszterúzáknál tart, hogy mindenki más szinten kapcsolódik be, és így pont ezért kapod meg az összes filmhez a jogosultságot, és pont ezért van az, hogy megcsináltuk ezt a sikerutat, amit az előbb mutattunk, hogy melyik lecke mi a feladat, mert hogyha már megvan, úgy kapcsolódsz be a programba, hogy te már rajzoltál A3-as méretbe vonalas árnyékolás technikával portrét, akkor neked nem kell megcsinálni azt a leckét, akkor haladhatsz a következőre. De hogyha tök kezdőként indultál, akkor az első leckét csináld meg. De hogyha már azt tudod, azon már túl vagy, akkor nyilván haladja a következőre. Jó, tehát akkor tehát rajtam múlik, hogy saját tempomba végzem, és akkor tulajdonképpen mindenféle szintű ember benne van ebben a mentorprogramban, és akkor
látok majd véleményeket egy nagyon előre haladott képpel kapcsolatban is, meg egy ilyen nagyon amatőr szintű kezdeményezésre értem. Igen. Például, amikor megosztottam a képernyőt, a Facebook csoportnak a munkáját, hogy ott lehetett látni, hogy van, aki ugyanabban a hónapban rakott föl képet a karikatúráról, mert ő ott tartott, van, aki akrilképet, mert ő ott tartott, van, aki olajképet, mert ott tartott. Tehát, hogy egyéni tempóban a sikerút alapján tudtok haladni. Jó? És mondjuk, hogyha én például annyira nem szeretnék mondjuk olajjal dolgozni, akkor ja, azt egyszerűen kihagyom, és készen van. Igen. Az a kérésünk, hogy a rajzot mindenképp csináljátok meg, mert az az alapja. De az, hogy a rajz után milyen sorrendben haladsz a különböző technikák között, az már egyéni preferencia. Itt igazából úgy van, hogy ugye vannak a nagy technikák, ugye a pasztelkréta, akrilfestés, akvarell, olaj, ugye ezek a nagy, meg a színészet. Igen. Ezek a nagy témakörök. Tehát, hogy ha megvan az alap, akkor utána, hogy melyik színest érdekel, vagy választod, az ugye abszolút rugalmas. Tehát, ha téged nem érdekel az olaj, csak az akril, meg az akvarell, akkor azt csinálod meg. Tehát ilyen szempontból rugalmas és szabadon választható. Az egyéni stílusok részben van olyan, hogy ott viszont már például, amikor csináljuk a kollást, akkor ott már az akril festés részével már nem foglalkozunk, csak azzal, hogy hogyan lehet összekombinálni a különböző technikákat, tehát abban a részben mondjuk így benne van az, hogy aki már ott tart, hogy ilyen stílusokat akar kipróbálni, megtalálni jobban az egyéni hangját, akkor nem olyan nagy hátrány vagy baj az, hogy ha már tud akrillal vagy olajjal vagy akármivel festeni, mert ott már egy kicsit készségszinten használjuk ezeket a dolgokat. Tehát ott egy picit már egy magasabb szinten kezdünk el alkotni. Egyébként az időbeliség is, tehát hogy az is teljesen, hogy a leckéket azért adtuk meg, hogy legyen egy mankót, hogy mi alapján haladj. De van olyan tanítványunk, aki 2 évet végzett el ebbe a mentor programba, 2 évig voltak, de a 2 év alatt ő mind a 36 leckét megcsinálta, mert annyi több ideje volt, hogy nem egy hónap alatt csinált meg egy leckét, hanem egy hónap alatt mondjuk 2-3 leckét csinált meg. Irigykedtünk rá. De volt mindenit. De ugyanakkor meg van olyan tanítványunk is, akinek meg pont a, hogy mondtam, a stílusokról beszélt, hogy van egy hónap, amikor a portréfestési stílusokról van szó, és mi felajánlottunk, mutattunk a webináron 4 fajta portréfestési stílust. És azt mondtuk, hogy 4-ből egyet válasz, amelyik neked tetszik, azt válasz ki. És nagyon sokan mondták, hogy hát mind a 4 baromi jó. És hogy ő mind a 4-et meg akarja csinálni, és akkor ő értelemszerűen, mivel mind a 4-et meg akarta csinálni, akkor ő több hónapon keresztül maradt annál a leckénél. Tehát, hogy egy leckét nem egy hónapig csinált, hanem egy leckét mondjuk 4 hónapig csinált, mert mind a 4 félét meg akarta csinálni. Tehát, hogy ennyire rugalmas tud lenni a program, azáltal, hogy minden anyaghoz hozzáférést kapsz, meg ott van a sikerösvény, hogy mikor mihez nyúljál. Akkor, hogyha jól értelmeztem, akkor körülbelül 1 hónap egy lecke? Jó, azt gondoljuk. Mi azzal terveztek, és az körülbelül napi szinten mennyi időt? Egy hónapban 2x8 órát mondok én. Tehát ugye a mentor programnak van az elit csoportja, az, amikor szombat-vasárnap együtt dolgozzuk fel az adott hónapnak a témáját, és akkor azon a szombat-vasárnapon mi megcsináljuk azt az egy leckét. Uh-huh. 2 nap elég ahhoz, hogy megcsináld azt az adott hónapnak, vagy az adott leckét, egy szombat-vasárnap elég rá. De ugye nem mindenkinek van szombat-vasárnapja, tehát van, aki napi 1 órát fog vele foglalkozni. Uh-huh. Világos. Értem. 16 óra az elég. Persze, hogyha mondjuk nem csak egy képet akarsz megcsinálni az adott hónapban, akkor nyilván az több időben volt. Uh-huh. De akkor körülbelül ezzel lehet számolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a kezdő haladó mester fokozat, ez mind a 3 csomagba él? Igen, tehát teljesen mindegy, hogy kezdő, haladó vagy profi szinten vagy most, bármely csomagba be tudsz csatlakozni, azt, hogy mit csinálsz a programba, az azon a sikerúton múlik, amit az előbb megosztottuk, azt láttad, hogy leckét. Igen, tehát hogy bármilyen szinten vagy tudsz csatlakozni, csak nyilván amit már tudsz, azt nem kell megcsinálni a leckék közül. Köszönöm. Én a fizetésre visszatérve szeretnék kérdezni egyet.
Itt mondtátok az elején, hogy a Simple Pay-fi okot azt be kell kapcsolni. Tehát nem lehet csak úgy bankkártyával fizetni, hogy az nincs. Bankkártyával kell. Bankkártyával fizetsz. Neked csak a bankkártyára van szükséged, csak amikor bejelentkezel, akkor ugye a maga a fizetési tranzakciót azt nem mi bonyolítjuk, mert ugye egy olyan partner kell, aki ugye egy megbízható, erős háttérre rendelkező, erre szakosodott dolog, tehát egy bank. És az OTP banknak az OTP Simple Pay szolgáltatására kerülsz át, tehát azon keresztül, ugyanúgy, mint hogy sok ezer másik helyen, így azon keresztül kell fizetni, vagy lehet fizetni, de neked csak a bankkártyára van szükséged, nem kell Simple Pay fiókot, semmit nem kell csinálni. Jó. És mi nem is férünk hozzá semmilyen banki adatotokhoz, jó? Tehát mi nem látjuk a banki adatokat, azt a ezzel kapcsolatosan nekem is lenne, hogy megadjuk a bankkártya adatokat, és akkor ti minden hónap elején, hát nem ti, hanem a bank lehívja a bankkártyáról, megterheli. Tehát nem kell minden hónapban nekem kezdeményezni a fizetést. Egyszer kell megadnom a bankkártya adatokat. Ja. Mire akarod mondani, mert közben úgy alakul az élet, akkor a mi oldalunkon le tudod mondani. Ja. Tehát egy gomnyomásra le tudod mondani, vagy írsz egy levelet, hogy bocsi, ennyi elég volt, utálom az egészet, és lépek. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye minden hónapban van ez a webinár. Na most a szükséges eszközök, az a filmbe, amit meg lehet nézni, azon rajta van? Igen. Sőt, van egy összefoglaló filmünk még az egész elején, a mentorprogram elején, hogy milyen eszközökre lesz szükséged a következő X hónapban. Jó, tehát, hogy mindent föl van töltve, van hozzá egy lista is, meg egy filmbe is, meg is mutogatjuk őket. Ja, értem. Uh-huh. Na hát, mert ezt köszönöm. Szívesen.